Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét, a következőkben Családőrzők című műsorunkat látják. A műsor témája nem szokatlan, mert gyakran feltesszük, főleg manapság ezt a kérdést, de mégis kíváncsi vagyok, hogy 25 perc múlva azzal fejezzük-e majd be, hogy meg tudtuk határozni, mitől nő a nő. Itt sokan külsőségre gondolnak rögtön, szerintem mindenki a saját ideájának külsejét rögtön vágja, de igazából mi azért most itt a belső dolgokra szeretnénk felhívni a figyelmet, és keressük a válaszokat vendégeinkkel, akiket nagy szeretettel köszöntök, elsőként Papp Csilla mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Tornyai Gábor plébános mentálhigiénész szakembert. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. És meglepetés vendégünk is van, Fekete Cseri Szilárd, aki először ül ebben a műsorban. A név eleje nyilván ismerős, sőt, mi több a bemutatásnál is, hiszen Kerekvilágház alapítvány vezetőjét tisztelhetjük ma körünkben, aki egészségfejlesztő és mozgásterapeuta. A legjobb témára érkeztél, Szilárd. Köszönöm szépen, Csilla. Üdvözlök mindenkit. Nos, akkor itt az ideje, hogy kifejtsük, hogy vajon mitől nő a nő. Azt hiszem, hogy Papp Csillával mi ezt úgy tudjuk hozni általában, tehát olyan nagyon meg se kell fogalmazni, csak minket egy kicsit nézni. Talán a társaink otthon tudnának erről még fölhozni dolgokat, de mégis én látom, hogy Gábor atya már kész van egy... A megfejtés van nálad, Gábor atya. Nálam nincs megfejtés, igazából csak egy poén fogalmazott meg bennem már. Így a korábbi adás óta is, amikor beszélgettünk, hogy mitől férfi a férfi, és mitől nő a nő, és akkor ott hogy próbáltunk valami nagyon bölcs dolgot kitalálni, és aztán, ha jól emlékszem, arra jutottuk, hogy igazából nem tudtuk meghatározni. De hogy nekem egy poén jutott erről eszembe, nem tudom, tudjátok-e, hogy ha egy tükör előtt elmegy egy férfi és egy nő, hogy mi a különbség közöttük? Sehetjük. Hát, hogyha a nő megy a tükör előtt, meglátja magát, és azt mondja, hogy úristen, a hajam hogy néz ki, el kell mennem kozmetikushoz, meg milyen szörnyen nézek ki, inkább megyek is tovább, mire a férfi megérkezik a tükör, és azt mondja, Tehát, hogy így azt hiszem, hogy ez egy ilyen... Ezzel azt akarod mondani, hogy a hölgyeknek kevesebb az önbizalma? Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog nekem, hogy sokszor éltem azt meg, hogy például, legalábbis az én megítélésem szerint szép nőkkel találkoztam, és amikor mondtam nekik, hogy szerintem te nagyon szép vagy, akkor nem hitték el. Vagy volt, aki azt mondta, hogy neki ezt még soha senki nem mondta. Szóval, hogy ez nekem így meglepő volt, hogy ez a női önbecsülés, vagy a nőségnek az értékelés, az önértékelés, az vajon miből táplálkozik, és mi van amögött, hogy a férfiakról játék és sztereotípia, de hogy mégiscsak ez a kép él, hogy a férfinak kevésbé vagy ritkával van baja azzal, hogy ő mennyire jó vagy az önbecsülésével. Az első apró trükköt most elárulom neked, mert ilyenkor azért mondja ezt a hölgy, mert szeretné még hallani, hogy ő szép, hogy ezt folytassuk. Mint nő, te hogy fogalmaznád meg? Hát, mint nő és mint szakember, mert hogy rengeteg nővel foglalkozom pont a nőiségük fejlesztése érdekében, mert hogy nagyon sok hölgynek problémája van ezzel. Egyrészt nem volt rá megfelelő anyai vagy női mintája, és nem tudta magát kiteljesíteni, de azt gondolom, így komolyra fordítva a szót, hogy attól nő egy nő, ha egy szóban kéne kifejezni, hogy élje meg önmagát. Tehát, hogy merje megélni önmagát úgy, ahogy van, a deficitjeivel, a gyengéivel, az erősségeivel, a varázslatosságával, mindennel együtt. Mert ugye a női eszencia számomra azt jelenti, hogy a lelke mélyén egy hatalmas életöröm lakozik. És az az életöröm szerintem az kiragyog, akkor is, ha rossz kedvünk van, vagy ha épp egy olyan negatív hatásért, ami miatt pont úgy érezzük, hogy na most aztán nagyon nem ragyog az életörömünk, de ha valakiben ez alapban megvan, akkor ez szerintem átsüt mindenen, tehát ez kiragyog, és ezt lehet látni, és ezt a többiek is észreveszik, amikor valaki ragyogó, varázslatos, boldog, tele van életörömmel, életigelléssel, akarással, és hát nyilván egy nőnek rengeteg szerepe van. Anyák vagyunk, feleségek vagyunk, vagy párok vagyunk, ezen kívül karriert építő nők vagyunk nagyon sokan, tehát van egy munkakörnyezetünk, van egy életpályánk, egy karrierévünk, amire figyelni kell. És nagyon sokan egyébként a nőiség dolgot, azt látom, amit te is a bevezetődben mondtál, hogy a külsőből közelítik meg. De azt gondolom erről is, hogy az egy alap, hogy a külvilág felé egy normális ápoltságot, egy normális megjelenést
tükrözünk, és igényünk van arra, hogy mind testi, mind mentál higiénében rend legyen bennünk, vagy tiszták legyünk, rendezettek legyünk. De nem az 5 kiló vakolat, a tűsarok és az ekkora műköröm 80 kristálya, meg a nem tudom mik. Tehát, hogy nem ettől nő a nő, ez mind-mind belülről fakad, és én továbbra is azt gondolom, hogy merem megélni önmagam, merem adni önmagam, és az állarcokat ledobálom, és igen, amikor anyatigris van, és ezerrel védem a gyerekem, és harcolok érte, vagy kiállok a párom mellett, vagy a munkahelyemen kiállok magamért, vagy egyszerűen merek sírni, felmerem vállalni az érzelmémet, az érzéseimet, merek kirobbanóan örülni. Tehát rengeteg olyan nőt látok, akik nem merik, nem tudják megélni az érzelmeiket és az érzéseiket. Kifelé meg végképp nem. Bennem egy az nőtt fog kérdésként, amiket itt mondtál, hogy kiáll a páromért, meg kiállok, meg erős vagyok, meg megmutatom magamat, hogy szóval ez a nagy kérdés, hogy ez nekem inkább férfias tulajdonság egy nőben, amire szüksége van egy nőnek is, azt gondolom, hogy legyenek ezek a kilépő jegyei, de hogy számomra, meg pont valahol ez a és valószínűleg tradicionális sztereotíp gondolkodásom van, lehet, hogy erre sokan ezt mondják, de hogy nekem az én saját rendszeremben, gondolkodásomban azt gondolom, hogy nő az, aki a melegséget, az otthont teremti meg, aki ez az odabújás, karbantartás élményt adja meg. Ez is, de ugye a 21. században az, hogy kiállok, az nem azt jelenti, hogy kardot ragadok, és zsandárk vagyok, és harcolok. Igen. Ezt nem így kell érteni, hanem úgy kell érteni, hogyha mondjuk hazaér fáradtan a párom, és elmondja, hogy mi volt a problémája, igen, amit most mondtál, tehát meg tud a karomban pihenni, vagy oda tud bújni mackósan, és én őt tartalmazom, mint a grál, amiről múltkor mondtuk, hogy a férfi tartja, a nő maga a kehely, és benne ott tartalmazza azt, amit. De amikor az van, hogy akár a páromat valamilyen olyan hatás éri, amiben nekem őt bátorítani kell, akkor tudjak neki olyan erőforrásokat adni, olyan gondolatokat áramoltatni, amiből ő újra tud töltekezni, mert persze minden férfiban ott lakik egyébként a kisfiú. Amikor szeret egy kicsit elgyengülni, odabújni, védelemre szorulni, de bennünk is ott lakik a kislány ugyanúgy időközönként. Pont ez a lényeg ebben, hogy csak akkor tudjuk meghatározni, hogy mitől nő egy nő, mitől ideális egy nő vagy egy férfi, hogyha mellé teszünk valamit, vagy egy szerepet, tehát hogy éppen anyaként milyen, vagy üzletasszonyként, feleségként, vagy egyedülállóként milyen, vagy feleségként egy férj mellett, vagy barátnőként, vagy élettársként, hogyan állja meg a helyét nőként egy férfi mellett. De ehhez elengedhetetlen, hogy egy férfi legyen mellette. Mert hogyha... Érett, felnőtt férfi. Igen. Hogyha ez egy szakállas kisfiú, akkor ott nem egy nőről beszélgetünk, hanem egy anyukáról. Egy olyan dolog történik, amit nem tudunk jól mérni, mert mindenki próbálja kompenzálni ezt a helyzetet, és valami félre sikerült dolog lesz belőle. De hogyha veszük azt, hogy van egy jó, erős férfi, aki mellett nő lehet a nő, akkor ott mi történik? A nő elvarázsolja a férfit, ő pedig folyton meghódítja őt, és mennek, ez nem macskaegér játék, hanem tényleg ez a forgás megy, és ebben örömüket lelik. És ettől lesz tartalmas, pezsgő az életük. Én nagyon sokszor látom a családokkal, amikor találkozunk, hogy szinte már harcolnak egymással. Nekem van igazán, én megmutatom, én tudom jobban. És annyira elmennek, elsiklanak egymás mellett, hogy már fel sem merül ez a női-férfi principium, most akkor mitől leszek jó férfi, igazi férfi, és mitől leszek igazi nő. Tulajdonképpen ezért gyakori ez a kérdés manapság, mert ugye nagyon sokat változtak ezek a bizonyos szerepek a mai világban. Igen, de én azért, ez megint csak az én saját meglátásom, tapasztalásom, beszélgetésem is, lehet, hogy ti ezt másképp látjátok, de hogy ahányszor én ugye nőkkel, feleségekkel beszélgetek, és jönnek a nehézségeikkel, az önmaguk keresésével, akkor legtöbb esetben azért két dolog jelenik meg, az egy, mint nőkből fakadó vágy, vagy feleségből fakadó vágy, hogy biztonságban legyek, tehát hogy legyen mellettem valaki, aki figyel rám, úgy, hogy fizikailag is biztonságban érzem magam. A másik, ehhez nagyon hasonló, hogy az érzelmekre is oda tudjon figyelni, és legyen a férfi érzékeny.
És hogy ugye mi férfiak, meg nekünk az a nehézségünk, vagy legalábbis most már talán lehet, hogy ez is változik a világban, hogy mi nem vagyunk erre szocializálva, hogy itt az érzékenységünkről, meg az érzelmekről beszéljünk. Amikor én mentálhigiénét tanultam, és meglett a diplomám, akkor utána megfogalmaztam, hogy hát akkor én megtanultam női aggyal gondolkodni így férfiként, mert hogy alapvetően a mentálhigiénében az érzelmekre fókuszálunk, hogy a szavak, üzenetek alatt milyen üzenetek fogalmazódnak meg, ugye, de férfiként szoktuk poénként mondani, hogy azért ott a női kommunikáció az nem arról szól, hogy én most mondom neked, hogy szép idő van, hanem hogy a szép idő alatt tulajdonképpen azt mondom neked, hogy, meg aztán az alatt még azt üzenem, hogy. És egy két nő ezt így simán kiveszi a másik gondolataiból, de ha férfiakról gondolkodunk, én mindig azt tudtam mondani a nőknek, ha beszélgetünk, hogy a férjed az 0-1-esbe gondolkodik. Tehát, hogyha valamit kérni szeretnél, akkor ne célózgass, hanem mondd meg neki. Ne utalj rá, hogy majd úgyis kitalálod, pedig annyiszor utaltam rá, mondd meg neki, hogy mit szeretnél, vagy mit gondolsz, vagy mit érzel. Véletlenül se szeretnélek kiábrándítani, de hidd el, nem, egy férfi nem tud megtanulni női aggyal gondolkodni. Nem, szóval nem vannak kivételek esetleg. Mondtam a reményt. Esetleg végig. Nem is szeretnék, hogy férfi szeretnék maradni. Tehát, hogy... De én azt gondolom, hogy ez azért megközelíthető. Tehát lehet átérezni, és lehet olyan kommunikációt folytatni, ahol legalább arra 10 percre... Nagyon jó összhangban lehet együtt gondolkozni. Nyilván nem egész nap, és kell, hogy idomuljunk egymáshoz. Velem is előfordul milliószor nap mint nap, hogy várjunk. Ez most a Zsuzsi, neki megy, megvárjuk, amíg jön a végeredmény, és akkor azzal osztunk, szorzunk. Oké. De már tudom, hogy én ott nem játszok. Az nem az én focipályám. És akkor nem is megyek be. Ennek a tiszteletével tudja ő is kezelni az én focipályát, ahol rúgjuk és megyünk, és megvárja, amíg odaérünk. És akkor utána azt, amit már mind a ketten kipréseltünk magunkból, vagy megszültünk, azzal már tudunk dolgozni, tudunk kommunikálni. Egyébként attól, hogy egy férfi igazi férfi, és egy nő igazi nő, természetesen miért ne tudnának együttműködni? Sőt, hát erről szól a házasság. Igazi kapcsolatban, akkor lesz igazi. Egyébként, amit mondta, hogy tisztelettel kezeljük ő az én focipályámat, én a vagy ő az enyémet, én a tiédetet teljesen. Igen, de igen. Hogy tisztelettel, ez egy kurz, hogy tisztelettel kezeljük. Tehát mindenki tudja, hogy hol vannak a határok, hogy mondjuk amikor a másik ideges, akkor felesleges belemenni, és még srófolni az egészen, még generálni a problémát. De egyébként így visszatérve a női mi voltra és a női dolgokra, tehát azzal is abszolút egyetértek, amit te mondasz a női minőséggel, ez a tradicionális és megpihenni és egyéb. Nagyon jó ez is kell, de szerintem úgy globálisan kell az egészet áramoltatni. Tehát nem lehet kivenni szeletkéket, hogy itt erősebben, ott kevésbé, plusz nem mindegy, hogy milyen a partnered. Hogy tényleg az a férfi mennyire van benne a szerepébe. Egyébként lehet, hogy amikor megismertem, abszolút férfi volt, de olyan élethelyzet alakult ki, hogy valamiért ő meggyengült. Mitől érzed nőnek magad a férjed mellett? Én abszolút nőnek érzem. De hogy mitől érzem magam nőnek a férjem mellett? Hát egyrészt attól, hogy abszolút őszinteségben vagyunk, abszolút tiszteletben vagyunk, észreveszi az én női, úgymond attitűdjeimet, tehát pozitív visszajelzéseket ad, az nekem nagyon fontos, nem csak mint nőnek, hanem mint individuumnak, mint embernek is, mert nekem az, hogy most jó a hajam, szép a ruhám, oké, de hogy azért ennél több kell, és hát mondjuk ilyen nagyon alap dolgok, a tisztelet, hogy kinyitja az ajtót, rám segíti a kabátot, figyel rám, ha társaságban vagyunk is, figyel rám. Tehát érezteti, hogy fontos vagyok. Aha. Ezek például nagyon fontos dolgok, és az, amilyen minőségben mi beszélgetünk, ahogy mi gondolatfolyamokat áramoltatunk, azt szoktam is mondani, nekünk van egy külön világunk, egy külön univerzum, amit nagyon-nagyon védünk és óvunk. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon finom dolog. Nagyjából most ez jutott eszembe. Nagyon le lehet egyszerűsíteni, még a férfi borotválkozni a fürdőszobába, addig a hölgy sminkelni. Tehát... Például, ez sem rossz. Egyébként egy picit a témában visszakerültünk tényleg oda, hogy mitől férfi egy férfi, hiszen ott is szó volt róla, amit Szilárd most is említett a másik oldalra, hogy egy férfi is akkor tud igazán férfi lenni, ha van mellette egy nő. És akkor mondhatjuk azt, hogy egy nő akkor igazán nő, ha van mellette egy férfi? Igen, ez oda-vissza dolog. Én nekem ez a múltkori, és most kíváncsi lennék, hogy te mit mondasz, szerintem, hogy te nem voltál így akkor velünk, hogy ez a múltkori adásban is fölmerül bennem kérdésként, és igazából nem éreztem, én sem tudtam megfogalmazni, hogy
hogy csak az egymáshoz való viszonyunk miatt vagyunk férfiak vagy nők? Tehát, hogy önmagában nem létezik. Még ez most is a kérdés, amit itt felhoztál nekünk, hogy mitől nő a nő. De hogy a nő attól nő, hogy van férfi, és ha nincs az életében férfi, mondjuk egy magányos, egy egyedül élő nő, aki nem talált magának párt, akkor ő nem nő, vagy egy például most megint a saját oldalamat nézem, egy szerzetes közösségben élő nő, főleg mondjuk egy klauzúrás nővér, aki egyébként nagyon nem mászkál ki a világba, jó egy-két ember férfival találkozik, karbantartók, akármi, de hogy attól ő elveszíti a nőiességét, mert nincs férfi a közelében? Tehát nekem ezért kérdés az, hogy, uh-huh. hogy létezik-e olyan, hogy férfi eszencia vagy női eszencia? Vagy ugyanúgy férfiaknál mondjuk, én ugye a papságomban mégis tényleg nagyon sok nővel, de vannak olyan szerzetesek, akik a világtól elvonulva élnek férfiként egy kolostorban, akkor ők elveszítik a férfiasságukat, mert nem kerülnek nővel kapcsolatba? Én azt gondolom, Gábor, hogy félretolják. Aha. Uh-huh. Tehát nem lehet megélni, nem tudom megélni a férfiasságomat, ha nincs mellettem nő? Nem a nő feltétlenül, hanem bármi. Amiről beszéltünk, hogy helyzetek vannak és szerepek. De alapvetően, ha én kivonulok ebből, és egy kolostorba zárom magam, ott nincs miért férfinak lennem, vagy nőnek lennem. Ott ember. Ugye? Ott egy ember. Egy nőnemű emberi lény. Van egy kapcsolattal, vagy... aztán... Ezzel foglalkozom, gondolom én, bár még nem voltam. De nagyjából egyébként. És hogyha... Ezt megkérdezem tőlük, vagy megkérdezem tőlük, úgyis megyek a kolostorba, hogy valahogy bélbaj, majd megkérdezem tőlük, hogy mit gondolnak maguk. Hogyha ő oda szerződött, úgymond egy lelki szerződést kötött, hogy ő itt fogja tenni a dolgát, akkor ő félretett minden olyan világi dolgot, és ebbe én szerintem nagyon markánsan benne van az, hogy a férfiasságot és a nőiességet is leteszi, a szónak a lehető legnagyobb mértékében, mert bezavar. De ha csak szexualitás értelemben gondolkodom erről, mert azt gondolom, hogyha férfiságomat attól én még egy munkában, egy teremtő dologban ugyanúgy megélem. És a nő is attól meg tudja élni ezt. Tehát vegyük akkor egy másik példát. Van a nő, akinek egyedül kell helytállnia a világban, vagy azért, mert tragédiáért meghalt a férje, és nem akar másik embert maga mellé, igen. vagy mert nem sikerült, de most vegyük azt a vonat, ahol ő lehetne, de úgy dönt, hogy nem. Igen. Ő neki akár a gyerekneveléstől, akár a háztartáson keresztül, bármin át, olyan férfi energiákat kell magában kimunkálnia igen. és bevonzulnia, amivel helyt tud állni a világban. És amikor gyerekeket egyedül nevelő édesanyákkal beszélgetek, akkor eljutunk odáig, hogy neked kéne az apjának is lenni, meg az anyjának is lenni, uh-huh. és ez nem megy, mert kifeszülsz benne, uh-huh. és nem tudod egyszerre csinálni ezt a két vonalat. Tudja valameddig, de nem teljesen. Tehát igen, kell hozzá a kontrasztanyag, hogy ő valóban az lehessen, aki léteremtették, és hogyha ő ezt félre tudja tenni, tud szerzetesi életet élni, akár nőként, akár férfiként, nyilván nővé, tehát nőként megy oda, de már ezeket a kontrasztelemekből jövő nőiségeket, meg férfiasságokat nem fogja használni. Uh-huh. Kapál, nem kapálni. Ezt megkérdezem, erre kíváncsi ez jó, ez jó, kíváncsi. Igen, első kézből, erre én is kíváncsi vagyok. Számtalan példát láthatunk arra, hogy egy válás után egy nő felragyog, egyre szebb lesz. Kisimul, egyre többet foglalkozik saját magával. Közben viszont ott van tényleg az a feladat is, hogy a lakásban a férfi dolgok után neki kell menni, neki kell csinálni, és én az az érzésem, hogyha ha a hölgyön azt látjuk, hogy teszem azt, elmegy egy szerszámboltba, és komplikált fogót keres a kombinált fogó helyett, előbb fog partnert találni magának, mert ő egy olyan nő, akinek férfira van szüksége. De aki elmegy, és rögtön mondja, hogy ilyen típusú furot akarok venni, ő annyira megvan magában, hogy ő tényleg nem is, talán nincs is igénye arra, hogy a nőiességét élje meg. Erről eszembe jutott valami, bocsáss meg. Majd mond. Mondj nyugodtan. Oké. Hogy ezt beszéltük, hogy valakinek, vagy valaminek a tükrében. Tehát mindenkinek megvan ez a másik fele, ami azt jelenti, hogy nekem olyan nőre van szükségem, aki elvarázsol, akit meg kell mentenem, aki elesett, és felkarolhatom, és lehetek lovag. Egy másik férfinak lehet, hogy olyan nőre van szüksége, aki irányba állítja, és esténként elszámolás van, és hol voltál, mi voltál, mert attól lesz jól. Nyilván ennek is megvan a háttere, hogy miért. Igen. De az a nő
nekem nem annyira nő, mint neki. És neki, aki nekem nő, az neki nem annyira nő. Ezért nagyon nehéz ez, és szubjektív, és nekem itt van nagy kérdés, bocs, mondjad inkább, mert az előbb te... Nem csak annyi, hogy a válás után, és amit te is mondtál, Szilárd, hogy nekem volt egy-két olyan kliensem, akik váltak, és megkértem, amikor már jól volt, és a válási időszak, amikor egyedülnevelő anyukaként küzdött, zsandárként, keményen, ahogy férfiasan, és megkértem, hogy hozzam már be magáról képet, kíváncsi voltam, arcképet, és képzeljétek el, hogy amikor a kemény korszakát, vagy azt a pasis, ugye, hogy elő kellett hívni a férfi energiát, be kellett vonzania, azt a pasis korszakát élte, és utána, amikor úgymond magára talált, megbékélt, és vissza tudott tagozódni a női minőségbe, a két kép között pedig ugyanaz az ember volt, ordító különbségek voltak, egy kemény, markáns, erőteljes, riadtabb tekintetű nőt láttam magam előtt, arcszerkezetileg, arckifejezésre, a másikon meg visszatért ez a Madonna, ez a női minőség, ez a finom lát, pedig ugyanarról az emberről beszéltünk, és mondjuk 3-5 év telt el. És ami még nagyon megdöbbentő volt, hogy fiatalabb volt 5 évvel később, amikor magára talált és boldog volt, mint amikor egyedül harcolt, mert hogy nagyon sokan megideologizálják, és azt mondják, hogy de büszke vagyok magamra, minek nekem férfi, én úgyis meg tudok mindent csinálni, úgyis el tudok mindent intézni. Nyilván ezt ti is halljátok. De ez nem helyes, hát nem így működünk. Abszolút. Hát mit csinál a csecsemő, amikor ugye nyújtunk együtt, rögtön ráfog. Tehát mindenki kapcsolódni szeretne, és a férfi és a nő együtt tud jól működni, csak jó megtalálni a hozzánk illőt, amit te is mondtál, hogy aki neked nőben oké, az nem biztos, hogy másnak is oké. Tehát, hogy a magunknak valót, a hozzánk illőt érdemes. Kubánom, így az merül fel kérdésként, hogy akkor nincs olyan, mert ez, megint csak az elejéhez visszatérve az alapkérdéshez, hogy mitől nő a nő, akkor nem tudjuk megmondani? A férfitől nő a nő, és a nőtől férfi a férfi. De szerintem nincs sztereotípia, hanem egyénenként változik. Akkor nincs válasz a kérdésre? Alapvetően van, de nincs sztereotípia vagy tuti recept. Én azt hiszem, hogy a mitől férfi a férfi kérdésre sem találtuk meg az igazi választ. Tehát és nincs erre egy hasonlóképpen tartunk valójában. Nyilván mindenkinek mástól nő egy nő. Talán egy kicsit attól, hogy mennyire éli meg a saját nőiességét, és hogy erre ő mennyire ad magának lehetőséget, de a válasz igazából itt sincs. Nekem egyfolytában sűrűből jutott eszembe az a részlet, hogy én vagyok a mús királylány, akit elrabolt a sárkány, és hogy jöjjön már valaki, aki megment. Folytatjuk ezt a témát, hiszen még nem jutottunk el odáig, hogy mitől anya az anya, és aztán odáig, hogy mitől gyermek a gyermek, hiszen családról beszélgetünk ebben a műsorban. Nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Papp Csillának, Tolnyai Gábornak és Fekete Cseri Szilárdnak ezt az izgalmas beszélgetést. Kedves köszönöm. Nézőink, egy hét múlva újra találkozunk Családőrzők című műsorunkkal. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszontlátásra.